A 6 évvel ezelőtt útjára indított gyergyói lovasnapok rendezvény az évek során kinőtte a gyergyói medencét, most már székelyföldivé terebélyesedett, így megérett az idő a keresztelőre. Hangzott el július 30-án a Csíkszeredai megyeházán tartott sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Borbóly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke, Bajkó Tibor a Kriger Sportklub elnöke, valamint Mezei János, Gyergyószent Miklós polgármestere. Bajkó Tibor főszervező kiemelte, a több mint 50 programpontot számláló lovas, kutyás és kultúrát is felülelő eseménysorozat Hargita, Maros és Kovászna megyei fellépők mellett mára már magyarországi székelyföldet szerető fellépőket, versenyzőket, lovas szakembereket, látogatókat is magához vonzott. Az ünnep egy négyes fogat. Elsősorban a nézők, a fellépő versenyzők, a szervezők és a támogatók húzzák, viszik előre. A Kriger elnöke örömének adott hangot, hogy az elmúlt években több mint 170 támogatója volt a rendezvénynek, amely igyekszik minden korosztályt megszólítani. Az elmúlt években megéltük azt nem csak szervezőként, hanem bátran beszélhetek akár azok nevében is, akik versenyzőként fölléptek, akik látogatóként kint voltak, hogy tényleg egy ünnepi érzés volt végkötve követni ezt a különböző 50 programpontból álló eseménysorozatot, amit a két nap alatt ugye a lovasnap tudott produkálni. A versenyzők sok helyről való származása, a támogatók sok színűsége, különböző, nem csak székelyföldi, hanem székelyföldön kívüli támogatók is ugye a rendezvény mögé felsorakoztak. De a látogatóknak ugye az a sok színűség, amivel akár Magyarországról, akiket Magyarországról tudtunk köszönteni, akit Románia más történelmi területéről tudtunk köszönteni, jutatott el minket valójában, mondjam úgy, arra fölismerése, vagy arra a következtetése, hogy már nem csak egy gyergyó vagy gyergyómedencei rendezvényként tudjuk ezt az egészet látni, nézni, hanem ez ennél többet tud nyújtani, és azt szeretnék a szervezők, hogy ez be is igazolódna, és hát így jutottunk el arra a következtetésre, hogy ezt egy igazi székely ünnepé, lovas ünnepé kell átnevezni, hát így lett a neve, hogy székelyföldi lovas ünnep. Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke, maga is nagy lovasportrajongó. A sajtótájékoztatón üdvözölte a Hargita megyei kezdeményezést. Kovászna megye tanácsa az elvi hozzáállás mellett a háromszéki résztvevők részére támogatást is fog nyújtani a rendezvényen való részvételhez. Mi székelyek más népektől eltérően a lovat nem csak haszonállatként, nem csak munkaeszközként használtuk, hanem együtt éltünk vele az elmúlt 1000 évben, akkor, amikor huszárként nyeregből védtük a magyar hazát, és akkor is, amikor most jelen pillanatban, jelen években pedig sport ágakban támogatjuk a lovas rendezvényeket. Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy Székelyföld mindhárom megyéjében egy-egy kiemelkedő lovas rendezvény legyen, az egyébként tucatnyi más lovas rendezvények mellett. Nyilván Székely vágta méltán kiérdemelte Erdély legnagyobb rovas rendezvényének a címét, de fontosnak tartjuk azt is, hogy Hargita megyében és Maros megyében is hasonlóan szép rendezvények legyenek. Borbóly Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, hagyományaink, nemzeti identitásunk fontos részének nevezte a lovat és a lovas életet. Évek óta támogatjuk, 2008 óta kiemelten, de előtte is voltak próbálkozások a lovas események, lovas programoknak a szervezőit, az eseményeit megyei tanács költségvetéséből segítsük, hisz azt gondolom, hogy a nemzeti megmaradásunk, a hagyományaink ápolása, ezt szerves része, a kultúránknak szerves része a ló és a lovas élet. Ősidőktől fogva a ló hűséges társa a magyar embernek, és én azt gondolom, hogy a mai időkben is, amikor talán esetenként a gépesítés miatt nincs mindenhol szükség erre a nemes állatra. Az új helye is megvan a lovaknak, hisz ha csak azt nézzük a sportok terén, megyénk és a Székelyföld legjobb nagykövetei a lovasaink, hisz világbajnokságokon, Európa bajnokságokon vesznek részt, és ország szinten is a legjobb eredményeket érik el. Ez csak egyik dolog, de a másik, hogy a Székelyföldről azt a pozitív képet viszik, vagy megjelenítik, amire szükségünk van, és ami hozhat vendéget, hozhat turistát. És a harmadik dolog az, hogy a vendéglátásban egyik nagyon komoly programkínálatunk a lovas élet köré szerveződhet, és ezért is én bízom benne, hogy a székelyföldi lovas ünnep képes lesz bebizonyítani, és bebizonyítsa azt, hogy magas szinten hogyan lehet lovas eseményt szervezni úgy, hogy a többi sok kisebb, nagyobb, közepes lovas esemény szervező is innen tanulhassanak,
illetve egyféle, úgymond ez legyen a székelyföldi lovas események világbajnoksága. Mezei János Gyergyószent Miklós polgármestere az alulról jövő kezdeményezést méltatta, annak fontosságát hangsúlyozva, hogy a székelyföldi lovas kultúrát tovább kell erősíteni, amit egymás kiegészítve lehet megvalósítani. Gyergyószent Miklóson, és nem csak Gyergyószent Miklóson, hanem a székelység körében a ló és a lóval való kapcsolat az elég erős, és nem csak a harcban, nem csak a munkában, nem csak a szórakozásban, hanem együtt él tulajdonképpen a székelyember a lóval, és a lovasnapoknak a megszervezése, amit a Bajkó család kezdeményezett Gyergyószent Miklóson, ez egy jó eseménynek is egy turisztikai vonzó eseménynek tűnt annak idején, és most látom, hogy ez sokkal több ennél, és ki is növi lassan Gyergyószent Miklósnak határait. Ezért támogatom én a kezdeményezésükben, és az önkormányzat is mellé áll, hogy egy ilyen szintű eseményt székelyföldi szintűvé lehessen emelni a székelyvágtához hasonlóan. A székelységnek az összefogása, a megye tanács elnököknek a támogatásával bizonyosodik be, hogy van olyan kezdeményezés, ami felülmutat a helyi politikán, felülmutat a helyi kezdeményezéseken, és ilyenkor összefogásra van szükség, hogy hirdetni és továbbadni tudjuk azt a hagyományt, amit igazából őseink ránk hagytak.